Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra. Több éve ők a Nyíregyházi Állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlánfókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos súelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat is elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása, típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. Mindkét fóka más feladatba jeleskedik. Gino nagyon ügyesen egyensúlyoz különféle tárgyakat az orrán, így evidens volt, hogy a labdás feladatokat fogjuk nála erősíteni. Hozza a labdát vízből, nagyon sokszor tudjuk járatni a labdával, forog a labdával, míg Leonnal olyan feladatokra fókuszáltunk, egy kicsit erősebb, izmosabb fóka, amihez kifejezetten erős fizikum kell, így például a kézenállás vagy a kézenjárás. Most, amint dolgozunk a fókákkal, Leonnál most tökéletes lett, most lett kész tulajdonképpen a motorcsónakozás, A pontból B pontba kell átmennie, illetve vissza a tréneréhez a víz felszínét hasítva, míg Gino-val most kezdtük el a két karikának az ugrását, oda-vissza kell teljesíteni a távot. Az állatpark kaliforniai oroszlánfókái szívesen játszanak egymással és gondozóikkal, oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Trénereik pozitív megerősítést használnak, haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal is szerepel. Táplálékuk összetétele és mennyisége is évszakonként változó. Nyáron a takarmány mennyisége sokkal kevesebb, ilyenkor egy olyan 4-5 kiló halra kell gondolni, illetve sokkal soványabb halakat, tehát a zsíros halakat azokat gyakorlatilag mellőzni is szoktuk. Télen viszont nyilván az állatnak fel kell készülnie a télre, most csak zsírréteget kell magára szednie, ezért a mennyisége és az összetétele is változik. Mindenféleképpen előtérbe kerülnek a zsírosabb halak, illetve mennyisége is változik, kb. 15 kg-ot esznek fejenként meg. A szezon kezdetétől húsvéttól ismét naponta 3 alkalommal látható a Nyíregyházi Állatparkban az ország első számú fókasója.